Kihirdették a ponthatárokat, az idei általános felvételi eljárásban is kiváló eredményt ért el a Nyíregyházi Egyetem. Biztosítva két keréken, már csak kötelező biztosítással lehet közlekedni bizonyos elektromos rollerekkel. Drónbemutató Nyíregyházán egyre elterjedtebb az eszközök használata a mezőgazdaság és az ipar területén is. Csaknem 3000-en jelölték meg idén első helyen a Nyíregyházi Egyetemet, így a tavalyi évhez képest idén is növelni tudta első helyes jelentkezései számát az intézmény. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Legtöbben az óvodapedagógus, a gazdálkodási és menedzsment, a csecsemő és kisgyermeknevelő, a tanító, a gépészmérnöki, valamint a programtervező informatikus képzéseket választották. A tavalyi évhez képest 10%-kal többen jelölték meg első helyen a Nyíregyházi Egyetemet. Így idén 2662 fő jelentkezett, összesen pedig több mint 8100-an választották az intézmény által meghirdetett képzéseket. Az első helyes jelentkezők 80%-a állami ösztöndíjas, míg egyötödük önköltséges formát jelölt meg. Örömteli tendencia, hogy a pedagógus képzéseket több mint 40%-kal többen választották 2024-ben, mint egy évvel korábban, de növekedés tapasztalható a sporttudományi, valamint a természettudományi területeket választók esetében is. A legtöbbet megjelölt szakok között szerepel az óvodapedagógus is, melyre nappali államilag támogatott formában 276, a gazdálkodási és menedzsmentre 396, a csecsemő és kisgyermeknevelőre 204, a tanítóra 279, a gépészmérnökire 246, valamint a programtervező informatikusra 248 volt a ponthatár. A Nyíregyházi Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a pilótaképzésekre, valamint a nemzetközi esítési folyamat erősítésére, így angol nyelvű képzéseit egyre többen választják Ázsiából vagy Európa más államaiból érkező hallgatók. Az intézmény kiemelt célja, hogy Nyíregyháza, illetve a vármegye vállalataival, szervezeteivel együttműködve helyben tartsa a végzett hallgatókat, segítse munkavállalásukat és hosszú távú céljaikat a vármegyében, illetve a régióban. Azok számára, akik idén nem nyertek felvételt, vagy nem jelentkeztek egyetlen felsőoktatási intézménybe sem, pótfelvételi eljárás keretében nyílik lehetőség a jelentkezésre. Erre július 30-ától augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezést benyújtani. Már csak kötelező biztosítással közlekedhet az az e-rolleres, akinek a 25 km/h meghaladja a járműve legnagyobb tervezett sebessége. Vannak még olyan paraméterek, amelyeknél szintén kötelező a biztosítás. Ezek éves összege széles skálán mozog, ezért érdemes körültekintően szerződni. Július 16-tól már erre az e-rollerre is kötelező biztosítást kötni a tulajdonosának, ha annak sebessége meghaladja a 25 km/h. Amennyiben ennél lassabb, de a saját tömege több a 25 kg-nál, és a legnagyobb tervezési sebessége a 14 km/h-nál gyorsabb, szintén indokolt biztosítást kötni. Ehhez azonban több adatra is szükség van. Ami meglepő, és amit kérek is, hogy vegyünk figyelembe, hogy ez is egy jármű. Igaz, hogy eddig csak egy elektromos eszköznek tekintettük, és igazából senki nem foglalkozott azzal, hogy milyen paraméterei vannak ezeknek az eszközöknek, viszont biztosítást kell rákötni, szerződés készül róla, kötelezettséggel jár együtt, tehát kell az, hogy legyen alvásszám, vagy szériaszám, legyen típus, és legyen meg a járműnek a legnagyobb tervezési sebessége, illetve a súlya. Ugyanis meg kell néznünk azt, hogy kell erre egyáltalán biztosítást kötni, avagy nem. Mert ha kötünk olyan eszközre biztosítást, amire egyébként a törvény nem teszi kötelezővé, akkor befizetjük a díjat, de egy károkozás esetén a szerződés nem fog életbe lépni, nem fog a biztosítást téríteni rá, hiszen arra nem kötelező ezt megkötni. Az e-rollerek kötelező biztosításának ára akár csak az autóknál széles skálán mozog. 12 biztosító ad ajánlatot ezekre az eszközökre. A legolcsóbb 5040 forint körül van, míg a legdrágább a 468000 forintot is elérheti. Az egyéves díjat, melyet egy összegben lehet fizetni, ugyanazokra a paraméterekre szabta a biztosító. Az egyik biztosító azért ad kedvező díjat, mert ő szeretné ezeket a szerződéseket, a másik biztosító azért ad egy magasabb összeget, mert ő úgy ítéli meg, hogy ezeket nem nagyon szeretné, ad rá díjat, mert a törvény kötelezővé teszi, de igazából a díj alapján
szerintem a szándék egyértelműen átjön nekünk. Ennek elsődlegesen az lehet az oka, hogy jelenleg még hiányoznak az ilyen járművekre vonatkozó KRESZ előírások, így a kockázat valódi mértékét sem lehet pontosan meghatározni. Az e-rollerre kötött felelősségbiztosítás ugyanolyan, mint az autóra kötött biztosítás. Abban az esetben lép életbe, ha másnak kárt okozunk. Éppen ezért a rollereseknek balesetbiztosítás megkötésével érdemes a saját biztosítási védelmükről is gondoskodni. Két személyautó karambolozott tegnap délután Nagykállóban, a Nagybalkányi úti csomópontban. Az egyik sofőr nem adta meg az elsőbséget a védett úton közlekedő autóvezetőnek, aki már nem tudta elkerülni az ütközést. A vétlen sofőr autója a karambol következtében felborult, a benne utazó személy pedig megsérült. Több mentőegységre is szükség volt ellátásához. A sérültet stabil állapotban szállították a Nyíregyházi József András Oktatókórházba. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Felderítése és permetezése is egyre több mezőgazdasági vállalat használ drónokat a szántóföldek fölött, de például a rendőrség is gyakran alkalmaz ilyen eszközöket felderítés vagy mentés alkalmával. Használatukhoz azonban bizonyos képesítéseket meg kell szerezni. Ezt biztosítja tavaly óta a Nyíregyházi Egyetem drónpilóta képzése. Szerdán délután az érdeklődők látványos drón bemutatón ismerkedhettek meg a legfontosabb tudnivalókkal. Látható majd, hogy ilyen szép a kijuttatása. A szórások szélessége körülbelül 8 és 9 méter közé tehető. Ereje és hangja is erőt fitoktató ennek a permetező drónnak, amelyet Nyíregyházán az erdei tornapálya egyik tisztásán reptettek a levegőbe szerda délután. A modern földről irányítható légijárműveket az ABZ Drón Kft. Mutatta be azoknak, akik érdeklődnek az alkalmazásuk iránt. A társaság és a Nyíregyházi Egyetem 2 évvel ezelőtt kezdett el közösen dolgozni. A felsőoktatású intézmény 56 éve képez klasszikus pilótákat, az együttműködés keretében pedig tavaly óta a drónpilóta képzés is elérhetővé vált. Ez a szakmai munka már évek óta elindult, és alapvetően ez egy közös képzésről szól. Az ABZ Drón, mint a képzés tulajdonosa, itt a Nyíregyházi térségben, Nyíregyháza környékén, a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve végzi a drónpilóta képzést. Nyíregyházi Egyetem ehhez a szakértelmet, a helyszíneket biztosítja, és természetesen minden olyan szakmai hátteret, ami szükséges a képzéshez. Ezen túl természetesen igyekszünk új alapokat is teremteni az együttműködésre, a későbbiekben tervénk szerint kutatási együttműködésben is együtt kívánunk majd működni a céggel. A drónpilótákat a műveleti kategóriák alapján kategorizálhatjuk, így létezik nyílt, speciális és engedélyköteles kategória. Ezek megszerzését biztosítja a Nyíregyházi Egyetemen a drónpilóta képzés. Nyílt kategóriába tehetők tulajdonképpen azok a drónpilóták, amelyek általában monitoring drónokat használnak, viszont nagyon fontos, hogy itt is egy megfelelő kritériumrendszert kell betartani minden távpilótának. Hogyha valaki már permetezni szeretne az eszközökkel, ugye itt már nagyobb eszközökről beszélünk, nagyobb hatótávolsággal, nagyon maximális felszálló tömeggel és akár permetszernek a kijuttatásával, ez már speciális kategóriába tartozik, és azok a képzések, amelyek most már így a Nyíregyházi Egyetemen is elérhetők a távpilótáknak. Ezek a képzések lehetőséget adnak minden jövendőbeli távpilóta részére, hogy majd növényvédelmi drónpilótává váljon, tehát tudjon ilyen permetező drónokat alkalmazni a jövőben. Nagyon fontos dolog, hogy egyszerre nem csak egy hasznos teher tehető rá, hanem lehet látni, hogy most jelenleg van rajta 4 darab. Egészen pontosan egy hagyományos RGB kamera, egy termálkamera, egy 130 decibel hangerősségű távbeszélő és egy rendőrségi fényjelző is helyet kapott ezen a drónon. Ezt a modellt így felszerelve főként kutatásmentési feladatokra használják, sokszor veti be például a rendőrség is. A drón bemutatón összesen 5 monitoring és beavatkozó drónt láthatott a közönség, ezeknek az értéke összeadva a 15 millió forintot is meghaladja. A monitoring drónnak nevezzük, amivel információt szerzünk. Mezőgazdaság tekintetében érdekesség, hogy már használtunk úgynevezett multispektrális kamerákat, amelyek képesek a nem látható színtartományt is rögzíteni. Tulajdonképpen egyfajta indikátor ez nekünk a vegetáció állapotára vonatkozóan. De természetesen bemutatunk majd olyan egyéb kamerával felszerelt eszközöket is, amely nem csak a mezőgazdaságban, hanem akár az iparban is használható. Ezen kívül be fogjuk mutatni a permetező drónt. Ez a DJI Agras T50-es típus névre hallgat. Elmondható, hogy ennek a termékgyártónak jelenleg az európai piacon a legnagyobb
terméke, legnagyobb permetező drónja, amelynek a hektár teljesítménye óránként akár a 21 hektárt is elérheti. Éppen ezért is alkalmazza egyre több mezőgazdasági vállalat ezeket az eszközöket a szántóföldi növénykultúrában. Ehhez azonban bizonyos képesítésekkel rendelkezni kell. A monitoring drónok esetén elegendő lehet egy A1-A3 kompetencia tanúsítvány megléte, illetve bizonyos területek esetében eseti légteret kell igényelni. A permetező drónoknál egy kicsit összetettebb a helyzet, ugyanis azoknak, akik ilyen gépeket szeretnének alkalmazni a gazdaságukban, vagy szolgáltatni szeretnének, azoknak azonos kritériumoknak kell megfelelniük. Két fontos képzést kell elvégezni, az egyik a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megszerzésére felkészítő tanfolyam, a másik pedig a NEBIH által akkreditált növényvédelmi drónpilóta szakképzés. A klímahasználók fele figyel arra, hogy időben ki legyen tisztítva a légkondicionáló. Szakemberek azt tanácsolják, a klímahasználat mellett maximum 10 fok legyen a különbség a külső és a belső hőmérséklet között. Fontos tudni azt is, hogy az eszköz szárítja a levegőt, ezért oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. A klímahasználat hozzájárul a komfortos környezet megteremtéséhez azokban a helységekben, amelyekben az időnk nagy részét töltjük. A nem megfelelő karbantartás vagy rossz beállítások viszont nagyobb kárt tehetnek, mint hasznot. Ezért fontos a tudatos klímahasználat. Ez elsősorban azt jelenti, hogy megfelelő minőségben és időben gondoskodjunk az eszköz tisztításáról és karbantartásáról. Több egységből áll egy ilyen berendezés, a beltéri egységen belül is. Ott van ugye a maga a ventilátor, a mókos kerék, ami a levegőt szállítja, a hőcserélő felett, amit már azért ezeket komolyabban kell kimosni, ezt nem elég egy sprével befújni, a sprével fújom, semmit nem fogok megoldani, az egy 50%-os megoldás. Ezeket ilyenkor szakszerűen mosózsákkal, akkumulátoros mosóval szoktuk mi is tisztítani, úgyhogy erre megvannak a speciális felszerelések, amivel tényleg szakszerűen is jól meg lehet csinálni. Ezt az alapos karbantartást 2 évente mindenképpen el kell végezni. Az egyszerűbb tisztítást hűtésre és fűtésre is használt eszköz esetében viszont évente 2-szer. A por mellett baktériumok és vírusok is megtapadhatnak a rendszerben, amelyek karbantartás nélkül komoly betegségeket okozhatnak. És fontos az is, hogy amikor klímát használunk, ne legyen 10 foknál több a különbség a kinti és benti hőmérséklet között. Amikor mi beállítjuk a klímaberendezés távirányítóinál azt, hogy 18 fokot szeretnénk, azóta úgymond a hőmérsékletet figyeli, a kifújt levegő attól függetlenül, hogy 6-7 fok, 5 fok attól függ, készülék kettől függ, hogy milyen vezérlést tettek mögé, mennyire engedik mélyre úgymond az elpárolgási hőmérsékletet, és ezáltal ugye annál hidegebb levegőt fúj ki, de ez általában mindig fix. Az inverteres készülékeknél ugye a beállított hőmérséklet függvénye az, hogy milyen hideg levegőt fúj ki az adott készülék, és így figyeli a benti levegő hőmérsékletét, ebből csinál egy átlagot, ha mondjuk 24-re állítottuk, 25-26 fok van benne, ő már szépen fokozatosan veszi vissza a készülék teljesítményét, és akkor egy olyan 12-13-14 fokos levegőt fog kifújni, ha viszont levesszük 18 fokra, és benne van 25 fok, akkor az egy 5-6 fokos levegőt fog kifújni, mert ugye ő azt érzi, hogy neki dolgozni kell, és egy 100%-os teljesítményt kell nyújtani az érdekében, hogy elérjük a kívánt hőmérsékletet. Tévhit, hogy a légkondicionálók friss levegőt juttatnak a szobába. Ezen berendezések mindegyike a benti levegőt keringteti, vagy hűti le, melegíti fel. Ezért nagyon fontos, hogy a szobát, amelyben a klíma van, rendszeresen szellőztessük. Érdemes az éjszakai vagy a hajnali órákban megejteni a levegőcserét. A tudatos klímahasználat ismérve az is, hogy téli időszakban is bekapcsoljuk az eszközt havonta egyszer 15-20 percre, ezzel a tömítéseket lehet megóvni a kiszáradástól. És érdemes tudni azt is, hogy a klíma szárítja a levegőt, ezért oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. A tartós hőhullámok hatására hőszigetek alakulnak ki a belvárosokban, amely a hőérzet szempontjából 10 Celsius fokos különbséget is okozhat. A szakemberek előrejelzései alapján a tartós hőhullámok velünk maradnak a jövőben is, ezért egyre fontosabbá válik a zöld felületek telepítése a városi környezetben. Ezeket a hőkamerás felvételeket a Debreceni Egyetem természetföldrajzi és geoinformatikai tanszékének munkatársai készítették nemrégiben. A képeken jól látható, hogy a mesterséges és a természetes környezet között 10 vagy akár 20 Celsius fok különbség is lehet. Mondjuk egy tűzű napsütésen akár 70-80 fokra is felmelegedhet az aszfalt, a bitumen, míg egy világosabb színű, mondjuk mészkő, esetleg márvány nem feltétlenül fog ilyen hőmérsékletre felmelegedni. Ez az egyik része. A másik,
hogyha már felmelegedett a felszín, akkor annak az illető anyagnak, ami felfogta ezt a beérkező sugárzás mennyiséget, annak milyen a hőkapacitása. Milyen mértékben tudja elraktározni a hőt, illetve későbbiekben, amikor megszűnik az energiabevétel, akkor milyen mértékben képes visszaadni. A szakember hangsúlyozta, a belvárosi környezetek tervezése szempontjából egyre fontosabb lesz a jövőben a zöld felületek létrehozása, valamint a világos térburkolatok alkalmazása, de egy-egy szökőkút közelében is elviselhetőbb lehet a kánikula. A város klimatológiának van egy speciális esete, az úgynevezett városi hősziget. Most a városi hősziget azt jelenti, hogy a város központja mérettől, természetesen mérettől, illetve a város textúrájától, város alakjától függően azt fogja jelenteni, hogy a város központban relatíve magas épületek a térburkolatoknak következtében a város központban melegebb hőmérsékleteket lehet majd érzékelni, mint akár a városon kívüli, mondjuk rurális, vagy mondjuk természeti környezetben. Alapvetően ez lesz a városban élők komfortjára, ez fog a legnagyobb hatással lenni. Hozzátette, az előrejelzések alapján a klímaváltozás miatt hazánkban egyre gyakoribbak lesznek az aszályos időszakok, vagyis tartós és intenzív hőhullámokra lehet számítani. Bár a globális felmelegedés nem minden országot érint egyenlő mértékben, Magyarország azon országok közé tartozik, ahol tudatosan kell gondoskodnunk arról, hogy a városaink élhetők maradjanak. A Kárpát-medence sajnos hőmérsékleti szempontból ugyancsak melegedni fog, és ami itt a kritikus lesz, ami a leginkább érinteni fog minket, az a csapadék, illetve ennek az eloszlása, időbeli és térbeli eloszlása lesz a kritikus. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyakoriak lesznek az aszályos időszakok, a csapadék szegény időszakok, illetve nagyon gyakoriak lesznek, illetve meg fog nőni a gyakoriságuk a torrenciális csapadék eseményeknek, a felhőszakadásnak. Ezt nagyon lebutítva, illetve összefoglalva úgy tudnám mondani, hogyha ahol eső lesz, illetve csapadék esemény lesz, ott viszont nagyon nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadék mennyiségek lesznek. Lázár István szerint a klímakutatók által előirányzott a szén-dioxid kibocsátást csökkentő változások mindaddig nem fognak életbe lépni, amíg a lakosság nem érzi a saját pénztárcáján a felmelegedés negatív hatásait. Legalábbis erre enged következtetni, hogy az energiaárak átmeneti drágulásának hatására sokan csökkentették a fogyasztásukat, vagy más energiahasználatra álltak át. Debrecenben a Deac ellen kezdi a bajnokságot az NB3 északkeleti csoportjában a Sényői futballcsapat. Játékos edzőként Kapacina Valer irányítja a Sényőt, amely a tavalyi 11. helyezésnél előrébb szeretne végezni a 2024-25-ös szezonban. A vármegyei első osztályú Tarpa elleni 3-2-es győzelemmel zárta a felkészülési meccse sorát a Sényői csapat. A korábban a pályán karmesteri szerepet betöltő Kapacina Valer már a pálya mellől irányította a csapatot, mégpedig játékos edzői minőségben. Mint a fiatal tréner elmondta, tervei szerint csak végszükség esetén lép majd pályára. A játékos keretben is történtek változások. Márton András, Lizák Bence, Torkos Máté, Garda Dominik, Szondi Levente és Nagy Noel távozott Sényőről. Érkezett a kapus Barát Benedek Kemecséről, Varga Donát a Vasastól, Csáki Bertalan Újfehértóról, Kozák Róbert Kisvárdáról, Márton Dominik Nyíregyházáról és Erdély Martin Karcagról. A klub utánpótlásából pedig felkerült az első csapat keretébe Márta Zoltán, Virág Kondrád és Szilágyi Bálint. Kapacina Valer nem csak a Tarpa elleni meccsen látottakkal volt megelégedve. Teljesen elégedett vagyok, amit terveztünk, meg tudtuk csinálni, sok új dolgot begyakoroltunk, a fiúk vevők is voltak rá, a munkához is teljesen jól álltak hozzá. Azt gondolom, hogy azt hiszem, hogy egy-két apróbb sérülés volt, egy-két napos kihagyás, egyébként mindenki végigcsinálta. Pont az előbb kérdeztem tőlük, hogy erőbe hogy érezték magukat, meg kívülről jól nézett ki. Mondták, hogy teljesen jó erőbe érzik magukat, úgyhogy viccesen mondtuk is, hogy lehet valamit elrontottunk, mert a fő próbán túl frissek vagyunk. De bizakodunk a jövő héten is, hogy ugyanilyen elánnal tudunk majd belállni a mérkőzésbe. A Sényő az előző szezonban a 11. helyen végzett az NB3 északkeleti csoportjában. Az új edző azt szeretné, ha 2024-25-ös idény végén egyszámjegyű helyezés állna a csapat neve előtt.
A tavalyi szezonunkban ugye konkrétan az utolsó másodpercig izgultunk. Most a célkitűzésünk, ugye látva a bajnokság erejét és hogy milyen csapatok vannak, én azt gondolom, hogy a reális cél az, hogyha a biztos bennmaradás. Nyilván miért nem mernénk nagyot álmodni, szeretnénk, hogyha a hagyományunkat visszahoznánk, és egy számjegyű lenne ez a helyezés. A Sényű a nyitófordulóban vasárnap 17 órai kezdett el Debrecenben a Deac ellen lép pályára. A további párosítás a következő: 60 Salgótarján, Karcag DVSC 2, Cigánt Kisvárda 2, Füzesabony Eger, Tiszaújváros Tiszafüred, Putnok DVTK 2 és Nyíregyháza Spartakusz 2 Máté Szalka. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba, úgyhogy nézzük főbb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban. Csak nem 3000-en jelölték meg idén első helyen a Nyíregyházi Egyetemet, így a tavalyi évhez képest idén is növelni tudta első helyes jelentkezései számát. Legtöbben az óvodapedagógus, a gazdálkodási és menedzsment, a csecsemő és kisgyermeknevelő, a tanító, a gépészmérnöki, valamint a programtervező informatikus képzéseket választották. A jövőben már csak kötelező biztosítással lehet közlekedni az országban működő mintegy 50 000 e-rollerrel a hazai utakon. Az erről szóló igazolást a jármű vezetőjének a közúti ellenőrzés során be kell tudni mutatnia. Bérlés esetén pedig a használónak meg kell győződnie arról, hogy az adott e-rollerre kötöttek-e biztosítást. Egyre többen használják a mezőgazdaság és az ipar területén is a drónokat, de fontos feladata van ezeknek az eszközöknek a felderítésben és a mentési feladatokban is. Az ezekre a feladatokra használt eszközöket szerda délután láthatta a közönség egy bemutató alkalmával. A Nyíregyházi Egyetemen tavaly óta vette kezdetét a drónpilóta képzés. Július 25-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorra a legközelebb péntek este jelentkezünk, és várja Önöket a weboldalunk, és most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk. Én kollégám nevében is szép estét kívánok, jó pihenést, viszontlátásra! Pénteken alapvetően derült, olykor gyengén felhős égbolt melletti szikrázó napsütéses, csapadékmentes időjárásra készülhetünk. A Tiszántúl keleti térségében, illetve az északkeleti határvidéken lehet időnként élénkebb az északi szél. Még kellemesen, az évszakos átlagnak megfelelően enyhén meleg idő várható, 26 és 29 fok közötti értékekkel pénteken.